Magház kiállító termének falai megteltek veresni hárfai Aranka vibráló színekben bővelkedő festményeivel. A rendezvényt az alkotó kollégája németné Szűcs Melitta nyitotta meg, és Molnár Ferenc Regő saját zongora darabjával gazdagította az ünnepséget. 5 éve intenzívebben tölti be mindennapjait a festés, elsősorban saját maga kikapcsolódása céljából. 2018-ban kezdtem komolyabban foglalkozni a festéssel, ott tagja lettem egy ilyen amatőr művész egyesületnek, és az ott lévő tagok, akik már egy kicsit előrébb voltak ebbe az amatőr festői világban, sokat segítettek nekem ebben, illetve itt a bevezető beszédemben is elmondtam, hogy az a jó, hogy most nagyon sokan festenek így hobbi szinten, és rengeteg eszköz áll a rendelkezésünkre, úgy, mint YouTube videók, ilyen oktató videók, akkor festőtáborok, élményfestőnapok, és akkor ezekből nagyon hamar el lehet jutni egy olyan szintre, hogy elég elfogadható képeket tudunk festeni. Az első technika, mellyel ismerkedni kezdett, az az olajfestés. De újabb célul tűzte ki a színtiszta pigment porpasztel módját helyesen papírra vinni, osztotta meg velünk az alkotó. Vászonra festett, illetve faroslemezre festett olajképek, illetve a porpasztel technikát is szeretem, és azzal is foglalkozok. Az még egy újabb szerelmem, még annyi képet abból nem csináltam, de az is nagyon érdekel, és a jövőben majd többet szeretnék azzal is foglalkozni. A kiállító terem falain találkozhat a szemlélő nyári tengerparti hangulattal, tájképpel, fantasy hősökkel, női portrékkal, csendélettel, téli hangulattal és állatportrékkal. A fiaimmal nagy fantasy rajongók vagyunk, és akkor amiről éppen olvassunk, azt ajánljuk is egymásnak, és akkor azokból egy-kettőt már lefestettem. Az alkotó kérdésünkre azt is elmondta, hogy alapvetően az motiválja, ha lát egy számára szép képet vagy fotót, majd azt vászonra vagy farostra megfesti. Embereket annyira nem festek, mert szerintem az nagyon nehéz, azzal tényleg külön kéne foglalkozni és tanulni, mert egy emberi arcnál főleg, hogy hasonlítson is mondjuk a modellre, ahhoz nagyon precízen és nagyon komolyan el kell vele kezdeni foglalkozni, és nekem arra nincs időm. Nekem ez inkább egy ilyen ellazulás, feltöltődés. Már nem szeretnék annyira aprólékosan, meg koncentrálós dolgokat. Minden évszakban általában festek egy adott évszakra jellemző képet, akkor nagyon szeretem az állatokat. Egy fényképen meglátok valamilyen olyan nagyon kedves, vagy szép, vagy valamilyen állatot, az is megfog. Tehát az, ami tetszik, azt festem le, semmilyen külső inger nem szokott befolyásolni. Veresni hárfai Aranka számára a szépséget a színek jelentik, ami a kiállítás szemlélőnek azonnal szembe is tűnik. Más technikákkal is szeretne majd ismerkedni, amint azon a képzettségi szinten lesz. Nagyon szeretem a színeket, szeretem a kontrasztokat is. Egyébként az ilyen absztrakt alkotásokat is szeretem, de én abban még nem próbáltam ki magam. Még az vissza van. Még ez az egész mindenféle festési technikát is próbálgatok, a nagyon aprólékostól kezdve, de ahhoz nincs türelmem, arra már rájöttem, az ilyen elnagyoltabb ecsetvonásokig. Azt meg akkor nem látom, hogy adja ki az egészet, úgyhogy kb. Ott a középút az én utam. Kérdésünkre elmondta az alkotó, hogy általában az a kép a kedvence, amelyiken dolgozik. De itt a kiállításon nemrég elvesztett, családtagjaként szeretett kutyájáról készített kép áll legközelebb a szívéhez. Sajnos nemrégiben halt meg a 12 éves labradorunk, ami a gyerekeknek is, akik most már felnőttek, az egész gyerekkorukat végigkísérte, vagy nem ami, hanem aki, a Lucike, és az ő emlékére festettem ezt a képet. Van egy huskink is, ők ketten voltak így jó barátok, és akkor őket festettem le ilyen búcsúképnek.
Veresni Hárfai Aranka megosztotta velünk azt is, hogy legnagyobb támogatói fiai így nem csak maga miatt szokott nekiállni alkotni, hanem családtagjai kérésére is örömmel visz színt a vászonra, és azzal az ő életüket is színesíti. Az egyik itt is van most a barátnőjével, és ő is segített így a kiállítás megszervezésében. Másik fiam sajnos munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudott ma megjelenni. De nagyon támogatnak, és büszkék rám, meg szeretik a képeket, meg szokták is mondani, hogy nekik éppen mit kellene megfestenem. Akit érdekel a sokszínű és változatos témájú kiállítás, február 6-áig megtekintheti a Magház kiállító termében.